A 2014-es év utolsó előadásához érkezett a Helyi Kar Nyugdíjas Egyetem rendezvény sorozata. Nagyon szeretek idejárni, mert nagyon, nagyon sok, nagyon föltöltődünk, és nagyon sok érdekességet hallunk. Én nem ismertem a Mosonmagyaróvár környékét, és én nekem ezek előadások nagyon sokat jelentenek. Az ünnepek előtti utolsó előadó Pécsről érkezett városunkba. Uzsaliné Pécsi Rita neveléskutató az ember életszakaszainak lehetőségeit és kríziseit ismertette a hallgatósággal, nagy hangsúlyt fektetve a fiatal és az időskor közötti átmenetre. Az a természete, hogy ha valamelyik kimaradt, vagy nem sikerült jól megjárni ezeket a személyiségfejlődési lépéseket, akkor potolni kellene. Mert addig nem tud tovább menni a következő szakaszra, akármennyire is benne van már a nyugdíjas korban is akár, hogyha kimaradt mondjuk egy életközépkori válság kezelése, vagy azoknak a döntéseknek a meghozása, akkor azt még nem késő, hogy úgy mondjam, most sem meghozni, de meg kell, tehát nem, különben megreked az egész. Ha nem éli meg az ember a kríziseket a megfelelő időben, akkor az kihat az időskorra, az pedig a leépüléshez vezethet, tette hozzá a neveléskutató. A hozzátartozók azonban segíthetik ilyenkor az időseket. Ha mi fiatalok, fiatalabb generáció nem fordulunk oda, és mondjuk ezt szokták is mondani, hogy hát ugye a nyugdíjas onnan lehet megismerni a gyárban is, hogy mindenre tudja a választ, de senki nem kérdezi őt. Tehát például mi ebben tudunk, hogy ha segítünk neki ezeket felidézni és átadni. Tehát nem kell mindent csinálnunk is, de azért átgondolni és ezeket a tapasztalatokat valahogy erre támaszkodni. A Nyugdíjas Egyetem csak 2014-re zárta be kapuit. Január 15-én tovább folytatódnak az előadások.